Ha te is szeretnél szép amúrokat fogni, akkor próbáld ki most megjelenő amúros etetőanyag családunk bármelyik tagját. A család 4 tagot számlál, és a teljes havas alaphoz különböző, az amúr által is kedvelt népszerű aromákat kevertünk. Ez egy magas minőségű, nagyon jó árértékarányú kukoricabázisú etetőanyag, aminek a további ízesítését nem javasoljuk, kizárólag víz hozzáadásával tökéletes állagúra tudjuk keverni. Mivel a keverék viszonylag durva szemcsés, ezért nem feltétlenül van szükség rostálásra, bőven elég, hogyha a tenyerünk közt bekeverés után átdörzsöljük, és a csemege kukorica hozzáadásával a fogosságát tovább tudjuk növelni. Mindegyik ízesítés nagyon markáns, az amúrok nem fognak tudni neki ellenállni. Természetesen készítettünk hozzá megfelelő csalit is, ami egy nagyon szúrós szagú, igazán vajsavas csali. Különböző színeket helyeztünk el a dobozba, melyre az amúr mindig nagyon jól reagált a tesztek során. Ezek a wafterek tökéletesen ki vannak könnyítve, és akár egy quick stopon, vagy pedig csalitüskén is fel lehet kínálni. Az etetőanyag egyébként nagyon jól tapad, és szinte bármilyen kosár típusban fel lehet kínálni, a kézzel tölthető, a flat, vagy pedig a hagyományos bordás kosárban is. Ricsi most a kézzel tölthető verzió mellett döntött, és kiakasztott klittes technikával próbálja az amúrokat egybe csoportosítani. Az amúr horgászatánál egyébként minél több etetőanyagot, illetve kukoricát jutottunk be egy helyre, annál nagyobb eséllyel fognak megérkezni rá nagyobb csapatban a célhalaink, és a kellő számú amúrt tudunk egy helyre csoportosítani, onnantól kezdve nincs más dolgunk, csak fogdosni őket. Tégy egy próbát te is, nem fogsz benne csalódni.